Ez a Moszkva tér mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás és, is már, és már itt van velünk állandó vendégünk, Hidegkuti Konstantin, katonai szakértő, meg nemzetközi kapcsolatok szakértő. Szervusz Konstantin, köszönjük, hogy ma is fogadod a hívásunkat. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ugye ilyenkor Longower András kollégám szokott veled beszélgetni, most itt ma, én leszek, velem kell beérniük a hallgatóknak, de a kérdés változatlan, mi történik az orosz-ukrán fronton? Alapvetően, hogyha az ukrajnai eseményeket nézzük, akkor az elmúlt egy hetet, hetet vagy az elmúlt egy hét eseményeit az folyamatos orosz légi, tá légi és rakéta támadások sorozata jellemezte, ahol egyik oldalról a március 21-én és 22-én, szóval itt a csütörtök péntek magasságában egy átfogó, minden eddig innen nagyobb átfogó orosz rakétatámadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát, aminek az volt az érdekessége, hogy kifejezetten most már nem csupán az energia elosztásra, az energia hálózatot érte találat, hanem kifejezetten a turbi, a magukat, a generátorállomásokat, hogy úgy mondjuk. Szóval például a Dnepropetor, a Zaporozsiai Dnepro Guess vízerőmű esetében, ott az egy, a két turbina csarnak közül az egyiket érte olyan találat, aminél az ukrán fél is konkrétan bevallott, hogy nem tudja azt helyreállítani egy több pár éves perióduson belül. Másik oldalról meg, ha nézzük, akkor Harkovnál is, az ötös számú hőerőművet megint csak olyan támadás érte, amiután egyszerűen föl kellett annak függeszteni a működését, ez nagyjából olyan 1300-1500 megawattos teljesítményről van szó, itt összehasonlításképpen egy paksi blokk az nagyjából 440, 440 ha jól emlékszem, igen, 440 megawatt energia, termelésére képes, szóval ott azért egy jelentősebb kiesésről beszélhetünk, illetve még visszatérve ott a zaporozsiai vízerőműnek a kieséséhez, a zaporozsiai vízerőmű azért volt lényeges, mert egyfajta olyan pufferként szolgált az ukrajnai energiahálózaton belül, azaz, ö, tudta balanszolni az alaptermelést adó atomerőműveknek a termelését. Szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy azok egy konstant szinten bizony gyakorlatilag nyélgázol, hogy mondjuk úgy, úgy termelik az elektromos energiát, és amikor a, az esetleges fogyasztási csúcsok, vagy fogyasztási hullámok, vagy fogyasztási völgyek közt ilyen problémák adódnak, akkor, akkor itt ki lehet balanszolni ezt a, a vízerőmű alkalmazásával, és ennek a balanszolási kapacitásnak legalább a 20%-át elvesztette Ukrajna az ezzel a rakéta támadás során, illetve gyakorlatilag megszűnt az addig azért viszonylag jelentősebb e elektromos energia exportja is az országból. Ezt láttuk, vagy látjuk, a, ha megnézzük ott a Mavirnak a hollapját, ez a magyar villamos rendszernek ott az aktuális Adatait, akkor látjuk, hogy még miközben eddig Ukrajnából érkezett elektromos áram Magyarországra, addig most a Magyarországon keresztül érkezik Európából, Ukrajna irányába elektromos áram. Amikor ezt látjuk, hogy vannak energetikai célpontok ellen, infrastruktúrális üzemek ellen, támadások orosz részről, akkor mennyire kell aggódnunk egyébként nekünk magyaroknak, ugye most itt te is mondod ezeket az összefüggéseket, ezek az infrastruktúra elleni támadások alapvetően annak szólnak, hogy Ukrajnát gyengítsik, vagy ezekből akár adódhat az is, hogy egész Európa válságba kerülhet? Ez inkább annak annak a jele, hogy itt kifejezetten Ukrajna elleni az ukrán hadipari, illetve ukrán logis, katonai logisztika elleni támadásokat lehet ennél felfedezzünk, mivel. Az Unió szempontjából azért lett volna lényeges Ukrajna, mivel megint csak, hogyha megnézzük itt ezt az európai zöld átállást, az csak az Európai Unióra vonatkozik, és akkor a Ukrajna pedig ott lett volna egy ilyen puffer kapacitásként, nem csak a mezőgazdaság, minden egyéb esetben is, hogy akkor Ukrajnára gyakorlatilag nem vonatkoznak ezek az uniós jogszabályok, ez a karbonkvóta, tudom is, mindenféle, mindenféle ilyen uh, uh, európai termelést hátráltató uh, intézkedések, és akkor az unión kívülről érkező ukrán áram a sokkal olcsóbb, olcsóbb vagy olcsóbb lett volna, mint amit az unión belül termelnek az adott erőművek, és inkább ebből a szempontból lényeges, hogy most azért egy jelentősebb olcsó energiaforrás, ha kérdés, hogy mennyi időre, de kiecsett itt a nagyobb, háló, nagyobb képet, ha nézzük, de kifejezetten Magára az Unióra ennek nincs veszélye, szóval megvannak azok a kapacitások, amik az energiaellátást tudják biztosítani. Te hogy látod összességében, mennyire folytatódhatnak orosz részről a különböző támadások, intenzív támadások Ukrajna ellen? És ezt kérdezem annak fényében is, hogy mi ketten talán még nem nagyon beszélgettünk a moszkvai terrortámadásról, ami ugye múlt héten történt pont egy héttel ezelőtt, és aminek most már egyre az orosz narat egyre többször mondják azt, hogy az ukránoknak is közelük volt hozzá, és akkor kérdezem, hogy ilyenkor várhatók-e úgynevezett büntető hadműveletek vagy bosszúhadjáratok? hadjáratok. Alapvetően ezek, amik még múlt héten indultak orosz rakéta támadások, vagy energia infrastruktúra elleni támadások, azok inkább még a korábbi belgorod elleni támadáshoz köthetőek, amikor azért nem szabad elfelejtsük, hogy itt a, mondjuk azt, hogy kicsit a légből kapott, vagy légből grundolt állítólagos orosz önkéntes hadtest, meg Szabad Oroszország régió, meg éppen milyen nével illették azt a szervezetet, az próbálta meg megzavarni az orosz elnökválasztás menetét egyik oldalról, másik oldalról pedig. A mai napig folyamatosak a belgorod elleni belgorod városa, illetve a környékbeli települések elleni uh, ukrán tüzérségi csapások, értve itt a csöves tűzérséget, de inkább a rakéta tűzérséget. Szóval ezek, ezek az orosz rakéta támadások inkább még ahhoz köthetőek. Viszont a, a moszkvai terrortámadás esetében olyan válaszcsapást, azt már láthattunk idézőjelesen, hogy március 25-én, amikor az, az, ukrán titkos, polgári titkosszolgálatnak, az SBU-nak volt úgymond a nem hivatalos ünnepe, vagy ilyen jubileuma, az ilyen ünnepnapot Ukrajnában, pont akkor érte az SBU-hoz köthető egyik épületet egy hiperszónikus támadás. Ami abból is újdonság, hogy ezt már nem légindítású platformról, szóval nem kinzsállal hajtották végre, hanem szárazföldi indítású cirkorakétával, vélhetően a Krim félszigetről. És ennek az a lényege, hogy miután nincsen szállítási platform, szóval nincs az, hogy akkor föl kell szállni ahhoz, hogy indítsák azt a rakétát, emiatt nincs meg Ukrajnának az az előnye, hogy amikor például egy MiG-31-es felszáll tudom is én valahol Közép-Oroszországba, vagy Észak-Oroszországba, akkor már indíthatják a légi riadot, mivel ez, ez ebben a fázisban kimarad, és a vissza és átkanyarodva itt a moszkvai terrortámadáshoz, ott azért egyik oldalról nem szabad elfelejtsük azt a tényt, hogy az ukrán nacionalizmus és a radikális iszlamizmus azért már a 90-es évek óta mondjuk úgy, hogy nem ellensége egymásnak. Szóval az első csecse háborúban mindenképp, de lehet, hogy még a másodikban is aktívan részt vettek csecsen oldalról, vagy csecsen oldalon az ukrán nacionalisták. Számosan fényképet is lehet látni, ahol a, a, ezt a banderista, fekete-piros zászlóba pózolnak ott az icskériai, azaz a csecsen, hát nem is függetlenség, de így az icskériai harcosokkal együtt az ukrán nacionalisták, és ezt követő, és másik oldalról pedig a Csecsen harcosoknak is a gyógykezelése két fontos helyszínen zajlott. Egyrészt Azerbajdzsán, de az egy más kérdés itt a jelen szempontból, a másik pedig Ukrajna volt, szóval ott is akkor a Krímen, illetve Odesszában folyamatosan zajlottak a, nem csak a gyógykezelések, de a megbeszélések és tárgyalások is, úgymond az ukrán nacionalista erők és az akkori észak-kaukázusi militánsok között. Na és ez a kapcsolat ez azóta se szűnt meg, csak mondjuk úgy, hogy átalakult. Szóval számos olyan példát említhetnénk, hogy amikor például orosz iszlamisták az Észak-Kaukázusból elmentek harcolni Szíriába, és tegyük fel az orosz bombázó hadjáratot, túlélték valamilyen módon, és már megunták a polgárháborút, akkor átigazoltak idézőjelesen Ukrajnába, és Ukrajnába települtek le. Szóval 2018-ban vagy 2019-ben is már egy olyan mértékű fenyegetettség volt ukrán szempontból itt az iszlamizmus terén, hogy a Be Belaja Cerkva nevű településen egy ilyen nyugati szolgálatokkal közösen összehangolt, rajtaütést hajtottak végre az ukrán és nyugati hatóságok az ottani iszlamista sejteken. Másik oldalon meg hát, hogyha az elkövetésnek a jellegét nézzük itt a magának a terrortámadásnak, és azt, hogy mondjuk, hogy nem, nem annyira Allah nevében, hanem azért inkább a megfelelő szintű tudatmódosító szerek, és ahhoz kapcsolódóan a nagyjából 500 ezer, fejenként 500 ezer rubelnyi fizetség hatására követték el ezt a támadást, ez megint csak nem, nem egyáltalán nem az iszlám államra, hanem sokkal inkább a budanovi narratívába illik, ahol idézőjelesen most éppen az orosz önkéntes hadtest helyére most éppen az iszlamistákat sikerült beszervezni. Egyébként Budanov most pont ö, megszólalt az ügy kapcsán, Ő azt mondta, ugye az ukrán katonai hírszerzés feje, hogy Oroszországnak legkésőbb február közepe óta tudomása volt a készülő támadásról, ennek ellenére nem tettek semmit. Mit gondolsz erről a mondatról? És még egy mondat Mária Zaharovától, az orosz külügyminisztérium szóvivőjétől, aki meg azt mondta, hogy az iszlám államnak nem voltak meg a képességei egy a krasznogorszkaihoz hasonló támadás kivitelezésére, és Ukrajnára és a igyekezett terelni a gyanút, ugye ez összefügg azokkal a nyilatkozatokkal, az orosz nyilatkozatokkal, amelyek az elmúlt napokban napvilágot láttak. Budanov esetében itt azt tudnám, azt tudnám erre röviden reagálni, hogy utólag mindenki okos, szóval... Ö, könnyű okosnak lenni, miután már maga az eset bekövetkezett, és hogyha azt nézzük, akkor azért azt sem szabad elfelejtsük, hogy pont az elmúlt nagyjából egy órában jelent meg egy olyan New York Times jelentés, vagy olyan New York Times cikk, ahol közzétette a, a portálnak az egyik ilyen meg nem nevezett forrása, hogy az Egyesült Államok nem osztott meg, minden ilyen nyilatkozata ellenére nem osztott meg minden rendelkezésre álló információt a támadás kapcsán. És itt akkor most kezdjük ezzel a mit is adott ki az Egyesült Államok itt március elején. Ez gyakorlatilag csak egy olyan jelentés volt, hogy vigyázzatok, lehet terrortámadás lesz. 48 kötője 72 órán belül. Ez minden csak nem információ, szóval ez, ezt meg én is mondhattam volna gyakorlatilag, szóval ez semmi konkrétum nincs benne. Hát mondd be megnéz... hát ha lesz következménye. Igen, és, és hogyha megnézzük, akkor kifejezetten abban az időságban viszont a, egy sámán nevű uh, énekesnek lett volna koncertje, ugyanebben március 9-11 között, ugyanebben a Crocus City Hall nevű bevásáró központ kötője koncertteremben, és akkor viszont uh, mégse következett be ez a támadás. Uh, az orosz hatóságok akkor közé tettek egy ilyen nyilatkozatot, hogy valahol Kaluga térségében megakadályoztak egy ilyen támadást egy zsinagóga ellen, de az, az, még úgy, az még úgy nem keltette föl az érdeklődést, és akkor vélhetően pont, hogy a, miután az eredeti terv az valamiért meghiúsolt, ezt a március 22-i támadást viszont már ténylegesen, a, a, vagy nem is az, hogy ténylegesen, de valószínűleg a B csoport követhette el, szóval akik így ilyen tartalékba voltak beosztva, hogy akkor hát ti is jók lesztek itt címszó alatt az, hogy miért is nehéz egy ilyen támadást megakadályozni, azért nem szabad elfelejteni, hogy ezek, ezek viszonylag ilyen sporadikusan e, mutatkozó e, mondjuk mutatkozó szervezetek, szóval nem olyan, nem, nem hierarchikus, mint egy rendes haderő, hogy, hogy akkor ez kiadja a parancsot annak, és akkor van egy parancsnoki lánc, és akkor, hogyha a parancsnoki láncot megszakítjuk, akkor gyakorlatilag blokkolni tudjuk az adott parancs végrehajtását, hanem itt van, mondhatjuk azt, hogy van valamilyen kurátor, valami szervező, aki gyakorlatilag Telegramon vagy egyéb üzenetküldő alkalmazáson keresztül ö, megadja az üzenetet az éppen verbúvált Alinak, hogy akkor itt és itt lesz végrehajtva az adott támadás. Kaptok hozzá fegyvert, kaptok érte akármilyen módon, akár bitcoinban, akár egyéb készpénzben, akár ö, egyéb lekövethetetlen módon a megfelelő összeget, fegyvert is adunk minden, és hajtsátok végre. Ez megint csak ö, nehéz ezt felderíteni. Neked mi a ö, Tudom, hogy nem tudunk semmit, de hogy például te kizárod azt, hogy ez egy tisztán iszlám állam támadás volt? Ö, egyik opciót sem szabad továbbra sem elvetni, én azt mondom. De hogyha a logikusan nézzük az eseményeket, és hogy hogyan következtek be, és hogy mik az előzmények, meg mik a következmények, meg mik, a, mik az egésznek a háttere, akkor azért inkább háttérbe tenném ezt az iszlamista verziót. És akkor itt pedig érdemes visszakanyarodni az úgynevezett ISIS-K-hoz, vagy ez a horasan iszlám Iszlám állam horaszán ö, csoportják, az mondhatjuk azt, hogy ez az iszlám állam keleti szektora. Szóval, ha ennek az eddigi tevékenységét nézzük, akkor meglepő, mondjuk azt, hogy meglepő ö, ö, mintázat ö, rajzolódik ki ebben a helyzetben. Mivel mit látunk, gyakorlatilag 2020-21 óta kezdett ez a szervezet aktivizálódni, és hol hajtottak végre a támadást egyrészt, akkor hajtották végre az első ilyen fő támadásukat, amikor az Egyesült Államok kivonult Afganisztánból, és a tálibok megmondták, hogy van ennyi órátok ahhoz, hogy elhagyjátok a Kabuli repteret, nem fogunk semmit távadni, menjetek szépen Isten hírével erre. Hirtelen felrobbantott, erre az iszlám állam, ez a horászán hirtelen felrobbantott a, a tömegben ott a Kabuli reptér környezetében. Akkor ezt követően, gyakorlatilag egy hadjáratot indított a tálibok ellen, és most is a moszkvai terrortámadás után is több ilyen robbantás volt Afganisztánon belül, amit a Horaszán, Iziz Horaszán vállalt magára, és megint csak a tálibok ellen. ha megnézzük, akkor Iránban is, ami ott a szüleimáninak a a temetési évfordulójában, nem, nem szabad elfelejtsük, ott is volt egy ilyen terror, öngyilkos terror támadás nagyjából 300 halotta, vagy olyan hasonló, hasonló számban, azt is az iszlám állam horászán csoportja hajtotta végre, és ebbe a mintázatban jön be Oroszország, a moszkvai terörtemedes is. Mit látunk? Azt látjuk, hogy megint csak azokban az országokban hajtott, aktivizálta magát a, ez az ISIS horászán, ami, amik mondjuk úgy, hogy az Egyesült Államokkal, ha nem is ellenséges, de mindenképpen nem, uh, mindenképpen konfliktusos országokban hajtotta végre ezeket a támadásokat, és akkor ebbe a, ebbe a szisztémában megint csak beleillik az, hogy akkor most Oroszország jön, és az, hogy maguk az elkövetők esetlegesen vagy potenciálisan iszlamisták voltak, az egy dolog, de a kérdés az, hogy kik voltak a kurátorok ott a háttérben, ki volt az, aki egyáltalán a, a megszervezte ezt az akciót, hogy a fegyvereket biztosította, hogy a menekülési tervet biztosította, azt, hogy magát a felkészítés biztosította, szóval azért ez az igazi kérdés, amire még mindig nincsenek meg a megfelelő válaszok. Az, amit Oroszország mond, tehát, hogy ebbe benne lehetett az USA, Nagy-Britannia és Ukrajna, erre emellett és ezzel nem milyen pro-kontra érvek szólnak? Hát emellett mi milyen érvek szólnak? Hát nem szabad azt se elfelejtsük, hogy amikor kitört a szíriai polgárháború, akkor még a Szíriában erősen aktív alkaida az gyakorlatilag az Egyesült Államok szövetségese volt. Szóval azért nem szabad elfelejtsük, hogy aztán az, hogy a később rebrendet, meg minden más nevet fölvett egykori Alnuszrából, vagy Alnuszra, az még gyakorlatilag támogatás, fegyvertámogatást is kapott az Egyesült Államoktól, mivel akkor ők úgymond mérsékelt felkelők brand, vagy mérsékelt felkelők címszó alatt operáltak ott a szíriai hadszintéren, szóval ezt nem szabad elfelejteni, hogy azért ahhoz képest, ami hivatalos narratívában van, hogy nem tárgyalunk terroristákkal, harcolunk a terrorizmus ellen, stb. stb. Ahhoz képest az Alkaidának a szíriai ágával gyakorlatilag szövetséges volt az Obama kormányzat alatt az Egyesült Államok, azért az egy eléggé rossz szó men itt a terrorizmus elleni harc terén. Másik oldalról ugyan, ugyanez igaz a brit titkosszolgálatokra, szóval akik, hogy most hallgatóbarát legyek, akik nagyon tudják a helyzetet kavarni, azok, az nem, az nem a CIA, hanem az tényleg az MI6-nek hívják, szóval a titkosszolgálati téren sok, és főleg Közép-Ázsiában az MI6 és a brit szolgálatok sokkal erősebbek és sokkal jobb tervezés és egyéb kapacitásai vannak, mint az Egyesült Államok. Ennek mi az oka? Hát ezt hagyományosan azért nem szabad elfelejtsük azt, hogy a Nagy-Britannia érdekelt a közép-ázsiai térségben. A bővebb közép-ázsiai térséget értjük itt, nem csak a, a poszt-szovjet államokat, hanem még Afganisztán, Pakisztánt és így a bő, bővebben vette Middle East terminust, hogyha nézzük, akkor hagyományosan mindig aktívak voltak ott a britek, mivel hát a brit geopolitikának, vagy így az angolszáz geopolitikának, geopolitikának az az alapja, hogy Oroszországot be kell határolni, és mindent meg kell, meg kell akadályozni azt, hogy Oroszország szövetségesre lépjen egy másik akár európai állammal, akár Kínával. Ehhez képest most az ukrajnai háború kapcsán azt látjuk, hogy azért az orosz-kínai összeborulás az azért viszonylag kezd kibontakozni, de itt pont azért, hogy Oroszországot fel kell tartóztatni az angolszáz geopolitikai doktrina szerint. Emiatt az Oroszországgal határos régiókban, értve itt akár a Baltikumot, akár Kelet-Európát, akár a Kaukázust, vagy éppen Közép-Ázsiát, az angol szolgálatok és azon belül is a britek hagyományosan, évszázados szinten erősen aktívak és aktíva jelenlétük. Hmm. Egyébként te hogy látod ezt? Derülhet, hogy ténylegesen ki volt és Tudom, hogy majd az orosz propagandában valamit mondanak, de hogy ugye elvileg Telegramon keresztül kommunikáltak, elvileg valami autóból szedték még őket korábban össze, ugye ki ők hallgatva, tehát szerinted például az oroszok tudják, hogy valójában ki volt, aztán nyilván majd mondanak ott vagy bét, ami nem biztos, hogy fedi a valóságot, de szerinted valahol valaki tudja, hogy kik voltak a tényleges elkövetők? Hát vélhetően az, hogy a nagy közönség mikor fogja megtudni, hogy ténylegesen ki voltak a az el, a, nem is inkább az elkövetők, hanem a megbízók, azt én azt mondom, hogy évtizedet szinten azt nem fogjuk mi megtudni. Szóval mindegyik fél a saját narratíváját fogja tolni. Az oroszok, ha amennyiben tényleg valamilyen kapcsolat lesz az ukránokkal, az akkor az, ukrán, a, az ukrajnához kapcsolódó narratívát, miközben a nyugati mainstreamben meg látjuk azt, hogy ami nem iszlám állam, az, 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 az egy összeesküvés elmélet, az nem létezik, az izé, azt el kell vetni. Szóval itt uh, megint azt látjuk, hogy valószínűleg az igazság lesz ennek is a, a hát mondjuk az, hogy a 150. áldozata ennek a, ennek a terrortámadásnak, mivel uh, mivel egyszerűen a valós háttért azt nem, fog, nem fogják annyira a nyilvánosságnak az órára kötni. Én, én így vélem, aztán ki tudja, hogy hogy lesz uh, ténylegesen ennek a vége. De Kérdés az, hogy az oroszok is mit fognak ebből kihozni jelen helyzetben, milyen, hogy tudják fölgöngyölíteni az esetleges kapcsolati hálókat, a üzenetváltásokat, vagy az üzenetváltások alapján a tényleges megbízókat. Szóval azért azt nem szabad elfelejteni, hogy maga a Telegram egy rendkívül nem is az, hogy zár, de rendkívül nehéz feltöréses és platform, és ahol tényleg Ö, úgy lehet nem csak üzeneteket, de üzenetváltásokat is törölni, hogy mindegyik résztvevő nél. Szóval nem csak az, hogy akkor, mint a Messenger volt saját magamnak töröm, aztán a másik, az ugyanúgy látja, nem, itt az egész beszélgetést, úgy, ahogy van, unblock lehet törölni. Szóval azért itt a visszakeresés, a... a ennek a láncnak egy viszonylag nehézkes folyamat, és én úgy gondolom, hogy nem is annyira a kommunikáción, hanem az inkább egyéb, akár pénzügyi tranzakciókon, vagy egyéb ilyen kisebb lépéseken keresztül lehet visszakeresni itt a tényleges hátteret, és akkor itt, itt például eljutunk ahhoz, hogy akkor az a végrehajtó közül volt, aki Isztambulban tartózkodott talán egy hónappal a támadás előtt, és ez megint csak nem azt jelenti, hogy akkor a török szolgálatok is részt vettek ennek a támadásnak a kivitelezésében, hanem hagyományosan azért az ilyen miután nincsen nem, nincs a légi közlekedés Oroszország és Európa között közvetlen, így kettő csomó pontra Kettő csobópont esetében mutatkozik meg itt, hogy hogyan lehet eljutni Európából, vagy akár a közel Oroszországba. Az egyik az Dubaj, a másik pedig Isztambul, és azért uh, megint csak oda jutunk vissza, hogy az, hogy mint én, az adott, fél török, adott személy Törökországban tartózkodott, ez még semmilyen bizonyító erővel nem bír, hanem egyszerűen ott tartózkodott egy hotelszobában, tudom is én meddig. Másik oldalon meg pont az, hogy azért az iszlamista militánsoknak a útvonalai azok jelentős számban vagy jelentős esetben keresztezik Törökországot, és Törökországon keresztül érkeznek meg akár Európába, akár, akár Oroszországba, mint jelen esetben, akár térnek vissza Közép-Ázsiába, és itt még a török szolgálatoknak sincs meg minden erőforrásuk ahhoz, hogy az összes ilyen szemét le tudják potenciálisan vadászni. Összességében akkor én most egy kicsit áttérnék más témára, ez pedig a fronton lévő helyzetnek a fegyveres és infrastruktúrális kérdései. Kicsit bonyolultan fogalmaztam, de majd mindjárt érteni fogod, hogy mire gondolok. Kezdenék azzal, hogy állítólag katasztrofális helyzetben van az orosz hadiflotta, és hogy szinte hetente lehet arról olvasni, hogy újabb hajót, újabb valamit sülyeztettek el az ukránok, lőttek ki, stb. stb. Mi a helyzet ezen a területen? Egyik oldalról érdemes már azt az elején leszögezni, hogy az ukrajnai háború egy szárazföldi háború, amit szára, a szárazföldi haderő, meg a légi komponens, a légi erő ö, vív meg egy értve tértveit orosz és ukrán oldalról, és e, ebbe a flotta nem tud igazán becsatlakozni. Szóval miután egy orosz partorszállásnak gyakorlatilag az első napoktól kezdődően minimális az esélye, így maximum az ukrán kikötőket lehet blokkolni itt a flotta oldaláról. De igazán a flotta az ilyen. Hát nem is fekete bárány, de ilyen kicsit ilyen elveszett első bálozó szűzlány ebben a konfliktusban, hogy nem nincs igazán ki ki, mond, vagy mégiscsak mi lenne a feladata. Szóval azért egyik oldalról persze ott van az, hogy a, az orosz flottának az egységei, mind a fekete tengeri, mind pedig a kaszpi tengeri flotta, szóval arról se szabad megfeledkezni, azok hagyományosan részt vesznek az ukrajna elleni ö, cirkáló rakéta indításokban, mint hordozó platformok, de hát ez most annyi a különbség, hogy nem, nem a levegőből, nem szárazföldről, hanem tudom is én, valahonnan a, fe, a Fekete-tenger orosz vizeiről indítják ezeket a rakétákat. Ez az egyik oldal. Másik oldalról pedig, igen, vannak folyamatosan támadások az orosz flotta, főleg a Fekete-tengeri flotta ellen, de itt meg kell nézzük magát a Fekete-tengeri flottát, hogy hogy néz ki, és hogyha a flotta, az, ahogy már emlegettük, itt egy ilyen, szerepét nem tudó első bálozó szűzlány a konfliktusban, akkor az orosz flottán belül mondjuk azt, hogy a fekete tengeri flotta a, hát ne, nem a legfiatalabb nem a, legfi, nem, a, nem a legfiatalabb madana kuplerájba, hogy úgy mondjuk, szóval azért a gyakorlatilag az orosz flottán belül a legidősebb hajó állománnyal a fekete tengeri flotta rendelkezik. És például a Moszkva cirkálónál azt sem szabad elfelejtsük, hogy korábban még 2016 magasságában, még a Moszkvának a hadrendből történő kivonása volt terítéken, csak hát a presztízs miatt, hogy mégis akkor nem maradna, akkor zászlós hajó nélkül maradna a Fekete-tengeri flotta, és hogy nézne ki, hogy a zászlós hajó nem egy cirkáló, hanem egy fregat lenne, emiatt mégiscsak megtartották a hadrendben, de gyakorlatilag a 80-as években történő hadrendbe állása óta a Moszkvát egészen az első érdemben nem modernizálták. És ez... Köszönjük lehet azt mondani, hogy úgy voltak vele, hogy az is az se baj, ha elsőjed, vagy ennél azért nagyobb presztis ez? Ennél azért nagyobb presztis ez, de meg kell lássuk azt, hogy nagyon Ré, hogyha megnézzük az átlag életkort és az ez, ehhez kapcsolódó technikai színvonalat, akkor jelentősen elavult flottáról beszélünk, amely például 10 plusz évig, sőt, lehet, hogy talán még a Szovjetunió széthullása utáni években sem kapott egyáltalán például tengeralattjárót, szóval azért dízelelektromos elektromos járót, Szóval itt a Fekete-tengeri Flotta az már a háború előtt is jelentős mértékben el volt hanyagolva, és, ennek és ez még kapcsolódott egy, egy vezetési problémával is, szóval ez a el volt hanyagolva technikai oldalról, másik oldalról ehhez meg kapcsolódott az, hogy hát itt vannak ezek a vén tragacsok, hát most nem fogunk vele úgy foglalkozni, és a, a személy, mondjuk úgy, hogy a személyügyi ügyi Problémák is a vezetés terén. Azok ugyanúgy megmutatkoztak, hogy nem a legjobb képességekkel bíró személyek kerültek a Fekete-tengeri Flotta élére, és ez a mai napig azért bizonyos mértékben megmutatkozik a problémák terén. Szóval nem tudom, egy év, vagy nem is tudom mennyi idő kellett ahhoz, hogy egyáltalán az ukrán drónok ellen főhúzzanak egy egy úszó kerítés gyakorlatilag a szevasztopoli öbölbe. Szóval egy ilyen jobb, jobb, nem is az, hogy jobb helyzetben, de jobb felfogó képessége, bíró az már a háború első szakaszában, vagy az első ilyen ukrán dróntámadás után felfogta volna azt, hogy hoppá, lehet, hogy hogy idézőjelöse, éjszakára le kéne zárni a, a szevasztopoli öböl bejáratát, hogy az ukrán tengeri drónok ne tudjanak be... Ö, beszivárogni magába a szevasztopoli öbölbe. Másik oldalon, meg azért itt a technikai részen azt is meg kell lássuk, most kifejezetten a drónokra koncentrálnék, mert a drónok, az ukrán tengeri drónok jelentik a legnagyobb problémát a flotta számára, szóval a tengeri drónokkal szemben nincsen meg a megfelelő önvédelmi fegyverzete az adott hajóknak, szóval amit, amit látunk, hogy például a Cezár Kunyikov nevű uh, deszanthajó uh, Ukrán dróntámadás következtében süllyedte, vagy az egyéb ilyen orosz hajók, amik dróntámadás következtében süllyedtek el, azt kell lássuk, hogy nincsen meg, nincsen beépítve az a, az az a, a főkép csöves fegyverzet. Itt egyszerű nehéz géppuskákra vagy gépágyukra kell gondoljunk. Nincsenek meg azok a lehetőségek, amivel érdemben tudnák magukat védeni. Az ilyen tengeri drónok ellen az orosz hajók. És akkor azt látjuk, hogy ott a Cezár Kunyipov elsvijesztésénél az ott előkerült felvételek alapján azt láttuk, hogy ez egyszerű tengerészek kézi fegyverek kezdtek el lövöldözni a beérkező drónokra a sötét éjszakában, hát megint csak azért a ilyen helyzetben rendkívül alacsony a drónok megsemmisítésének lehetősége. Ezzel szemben érdemes az iráni hozzáállást megnézzük ebbe a kérdésben, és Irán esetében azt látjuk, hogy a, a, az újonnan rendszerbe állított hajók, akár korvet, akár fragat, akár egyéb, azoknál szépen, vannak telepítve bizonyos gépágyuk, az akár 20, akár 30 mm-es, de ilyen gépágyú tornyok, amik 360 fokos lefedettséget biztosítanak, és egyszerűen a központi vezérőből lehet őket aktiválni, hogy akkor tudom is én 270 fokra a, a, hozzám képest 270 fokra érkezik három drón, akkor mégiscsak egyszerűbb egy ilyen gépágyú toronnyal egy sorozatot leadni az adott a drónokra, mint hogy akkor szegény tengerészeket kelljen kiküldeni a Tatra, hogy akkor most találjátok el ott és ott és ott a sötét éjszakában, hogy, el, hogy mégiscsak honnan érkeznek az ukrán tengeri drónok. Szóval itt, itt mind technikai probléma jelentkezik, mind a, mind a személyi, illetve vezetésbeli problémák megmutatkoznak. Illetve hát, hogyha megint csak az összességében nézzük, akkor azért a, a flotta, az egész orosz flotta a Szovjetunió széthullása után rendkívül hányatatott sorson ment keresztül, és a flotta modernizációjában elsődleges szempont az a tengeri atomütőerő volt. Szóval Oroszország még a leg ö, ö, legállam az legcsóróbb időszakában, hogy úgy mondjuk, hogy amikor tényleg államcsődbe volt, és tényleg nem volt, nem tudott maga az állam se igazán működni az államcsőd következtében, akkor is arra költött, hogy a, te, hogy a tenger alatt járó, a tenger alatt járóról indítható balisztikus rakétek, ez a balisztikus rakétahordozó tenger alatt járók, azok megépüljenek, és most is azt látjuk, hogy a a flottára költött összegek jelentős hányadát, azt a tengeri atomütő erő szívja magába. Szóval annál, annál Oroszország az nem, nem, a, nem lép kompromisszumra, szóval alapvetően a flottának a feladata, orosz szempontból elsődleges feladata, az az atomütőerő tengeri lábának a biztosítása, és ez után következik minden más szempont, akár a partvédelem, akár az erőkivetés, akár, az, akár, akármilyen másik szempont. Elsődleges az az, hogy, az ato, hogy egy esetleges harmadik világháború, vagy egyéb nukleáris konfliktus esetében biztosítani lehessen a második és harmadik csapásnak a lehetőségét. És ezért, és erre fókuszált egy gyakorlatilag 1991 óta az orosz flotta, és ezt amúgy teljesen jól tudja, de ez viszont, mege, ez viszont azt a problémát veti föl, hogy a felszíni egységek azok másod, harmad és sokat rangúak a tenger ala, a tenger alatt képest, a tenger alatt járó rakétahordozókhoz képest hát ma is okosabbak lettünk, és akkor a hadiflottáról is most már részletesebben tudunk. Azt találtam még ki, hogy megkérem a kedves hallgatókat, hogy ha van olyan fegyver, eszköz, kütyű, amivel, amivel kapcsolatban részletesebb információkat szeretnének tudni, akkor írják meg nekünk kommentben, ugyanis látom, hogy van egy réteg Magyarországon, akit ez érdekel. Én soha nem gondoltam volna, hogy ilyen részletességgel érdemes belemenni, de amikor te beszélsz róla, akkor látom, hogy vannak, akik ezt meghallgatják, és nagyon örülnek. Úgyhogy, ha van kérdés egyes technikai eszközökről, akkor írják meg nekünk kommentben, és akkor a következő időszakban Konstantint majd erről is faggatni fogjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, iratkozzanak fel a csatornánkra, olvassák a moszkvatércom és hallgassák továbbra is az Ultrahang csatornáját. Szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.